Figyelj! Mehet? A helyi kisiskolások adták át a fiatalok házát és a mellette található műfüves pályát szerda reggel Sukoron. A 115 millió forintos uniós forrásból épített komplex közösségi tér alkalmas öltözőnek, táncpróbák helyszínének, de rendezvénytérnek is használják majd a jövőben. A fiatalokért a falu közösségének épült a ház, hangsúlyozta Sukoró polgármestere. Elsősorban a szabadidő hasznos eltöltését fogja szolgálni, minden generáció számára, nem csak a fiataloknak, hanem tényleg kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, időseknek, ki megtalálja a maga szabadidős szórakozási lehetőségét. Törekedtünk arra, hogy ezzel a pályázattal is egy komplex lehetőséget tudjunk biztosítani, hisz amellett, hogy megépült a fiatalok közösségi háza, emellett a műfüves pályát is felújítottuk. A fiatalok házának átadásakor Molnár Krisztián emlékeztetett arra, az elmúlt 10 évben Sukoron közel 3 milliárd forint értékben történtek fejlesztések EU-s forrásoknak köszönhetően. Nemrégiben avatták fel a település új bölcsődőjét és óvodáját, mostanra pedig már lehetőség nyílt olyan fejlesztésekre is, amik a szabadidő egészséges eltöltését szolgálják, mondta el Molnár Krisztián. Sukoron hosszú idő után eljutott odáig, hogy az alapinfrastruktúra teljesen rendben van, és végre olyan fejlesztéseket is csinálhatunk, amelyek már a szabadidő egészséges eltöltését teszik lehetővé a sukoroiaknak, az ideérkezőknek, a jó levegőn, mozgással, egészséggel, sporttal napról napra fejlődünk. A vármegyei elnök hozzátette, vannak olyan fejlesztések is a településen, amik most indultak. A közeli hegyen folytatódik az 1 kilométeres futópálya kialakítása, a tópartján, a strand mellett pedig padokat és pihenőhelyeket telepítenek a közeljövőben.